Jó estét! Bemutatok egy eladó Fiat 500-ast. Hát nyilván, aki nem lát bele az autókereskedelembe, vagy nem jártas az autók terén, akkor azt mondja erre a forgalmira, hogy hú, milyen olajos. Hát ez nem olajos, hanem hogyha megnézzük, akkor ott van vég a forgalminak a... Igazából a forgalmi felső egyharmadára ragasztanak, amikor az okmányira kiad egy új forgalmit, akkor ide ragasztanak egy ilyen átlátszó, ilyen műanyag plexiszerűséget, ilyen vékony kis védő formátumot, hogy ne tudjanak megkopni ezek a fontos adatok, ahol van az alvásszám, vagy a rendszám, meg egyéb adatok, és ez ilyen 4 év után elkezd kirajzolódni, és ilyen, hát én számomra szép, mert ez azt jelenti, hogy régóta egy tulajdonosnál van, de egy átlag embernek azt mondja szeme, hogy hú, ez nem szép, mint hogyha olajos lenne, de ennek igazából ez a története. Az autó Magyarországon újonnan vásárolt, amit egy forgalmiból úgy tudnak megállapítani, hogy van a B betű, ő az első forgalomba helyezés, ez országtól függetlenül, és van az I betű, ő pedig az első magyarországi forgalomba helyezés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor Magyarországon újonnan vásárolták. Hogyha valaki azt mondja, hogy az első tulajdonostól eladó, azt meg egy forgalomból úgy tudjuk megnézni, hogy megnézzük az első forgalomba helyezését, és megfordítjuk a forgalmiát, és megnézzük azt, hogy a forgalmit mikor állították ki. Ugye minden egyes tulajdonos váltásnál új forgalmi kerül kiállításra, és hogyha megegyezik a kiállítási keltély és az első forgalomhelyezés, akkor az valóban az első tulajdonostól származik. Az autónak múltjáról is beszélek, itt vannak a szervizszámlái. Az utolsó szerviz, ingyen mutatom, ott a rendszáma, itt van a kilométer, 45 ezer kilométernél volt, most van bent pár ezer kilométerrel több, és ott van, hogy 2023 8. hónapban volt neki az utolsó szervize, úgyhogy majd legközelebb 2024 8. hónapban kell szervizeltetni az autót, és közben mutatom is az autót. Az autónak nagyon minimális esztétikai hibái vannak, ezt mindjárt mutatom is. Egy-kettő kavics felverődés, és a legnagyobb sérülés az itt a kerék fölött van. Ott már be van jelentve, ugye nem ért le ott nem érte nagy nyomódás, úgyhogy ezt egy horpadás javítás ki fogja tudni úgy hozni, hogy nem kell fényezni. Mindjárt mutatok még egy-kettő kavics felverődést, de közben mutatom itt az autón szereplő kerekek, azok a nyári kerekek, és van hozzá téli kerék is, ezek 90% környékiek. Külön felnim van, úgyhogy csak cserélgetni kell. Na hát akkor menjünk fentről lefele, napfénytetős, ez a fix napfénytetős, világos belső, itt a karimáján lehet látni, hogy fehér is a kormány, és fehér a műszerfal is. Akkor van ködlámpája is. Akkor megvan hozzá az összes ilyen krómozott kis díszcsík, mert nem mindegyiknek szokott az krómozott lenni. Ugye a ledes helyzetjelző és nappali fény. És ilyenek vannak itt. Ott van még egy kavics felverődés. Egy-kettő ilyen kis apróság van az autóval. Közben mutatok két háttérénekest. Nagyon sok Fiat 500-asom van. Én magyarországiakat vásárolok. Van automata váltós, van hibrid, van nagyon különleges, amiből Magyarországon talán egy-kettő van. Például ez a gyárilag matt színű, és van cabrióm is. Van mindenféle, hogyha most nem látják a hirdetések között, ami maguknak tetszik, hívjanak fel, mert rendkívül sok Fiat 500-ra látok rá, és akkor már előre tudom azt, hogy mikor milyen Fiat 500-ast fogok vásárolni. Volt még egy, valahol még egy sérülés, amit ma akartam mutatni. Igen, itt van. Ahogy elfelejtsem, itt van még egy picike kis. Ezt már nem lehet kipolírozni, mert itt picit lejött a fényezés, úgyhogy ezt meg kell szeretni. Igazából innen már
nem is igazán látszik. Hogyha tehetik, akkor nézzék meg ezt a videót okostévén, mert sokkal jobb minőségben láthatják, mint akármilyen más eszközről néznék. Ez a felső rész, ez bőr, ő is bőr, és ő meg már szövet. Különlegesség az autónak, hogy van benne ülésfüttés. Ott ez a két kis tekerentyű, mind a két első ülésben van ülésfüttés. Ötülük lett az autó olyanan vásárolva. Ott a napfénytető, ennek van egy ilyen elhúzható rólója. Tiszta. Nagyon jól tudom a piacnak a működését, hiszen benne vagyok. És menjenek el, nézzenek meg többet bátran. Közben mutatom itt a tempomat. Menjenek el, nézzék meg. Az egy dolog, hogy magánszemélyek nem tudják olyan tisztán tartani, mint ahogy újonnan megkapták. Mert nem úgy magánszemély senki nem tudja, viszont eladásnál nem tudják felkészíteni, és nagyon tudom, hogy mivel szembesülnek mindig az emberek. Világon ez hamarosan nektek is szól. És menjenek el több kereskedésbe is, és nézzék meg a leinformálhatóságát. Közben mutatom az USB-t és az AUX csatlakozást. Ötsebességes váltó, klíma, és az a legegyszerűbb, hogyha elmennek, megnéznek többet, és akkor utána jobban tudnak, könnyebben tudnak dönteni. Mindenféleképpen ragaszkodjanak az autónak a leinformálhatóságához, és hívják fel mindig a szervizkönyvben van vagy a számlákon lévő pecséteket, mert a jó fogás, hogyha bírják, hogy szervizkönyv eladó, akkor találnak egy párat. És hogyha valaki a biztosra szeretne menni, akkor mindegyik autóba tegyen energiát a leinformálásához, mert itt Magyarországon vannak csodák. Igaz, nem csak itt, hanem mindenhol. Közben mutatom itt őt is, most van benne 47178. Ugye tolatóradaros, mindjárt mutatom is. Így csipog. Most tolatunk neki szépen a... Így. Ez érintőképernyős. Sok mindent be lehet állítani rajta. Így. Hát akkor így röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!